Tilinkó zenekar 1976-ban alakult, és azóta meghatározó szerepet tölt be a székesfehérvári táncházi és zenei életben. A zenekar péntek este Nosztalgia táncház címmel rendezte meg multidéző eseményét a Szent István Művelődési Ház egykori Adi termében, amely a helyi táncház mozgalom egyik ikonikus helyszíne volt. Amikor két hetente volt táncház, akkor hát ilyen 400-450 fős táncszálakkal, hatalmas tömeggel mulattunk, bulisztunk, muzsikáltunk együtt, és hát ez a fiatalságunk tulajdonképpen, de hát ma is nagyon sok táncos van, aki szeret erre a zenére járni, szereti járni a táncot, mert szépek ezek a táncok, temperamentumosak, és nagyon szép dalok kapcsolódnak hozzá, amiket megtanítottunk, és együtt énekeltünk. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy fiatalságunk és más fiatalsága is itt sok-sok órán keresztül zajlott, és nagyon szép élmények fűződnek hozzá. Ez alkalommal Gazdag Béla táncos oktatta a résztvevőket. Gazdag Béla nagy hatással volt a székesfehérvári táncház mozgalomra, és ezen az estén is ő vezette a táncoktatást. Amikor átjöttünk ide az István terembe, mert előtte ez az építők művelési házában volt, 1974-től, és a 76-77 körül jöttünk át ide az István terem, illetve az Adi terembe, akkori Adi terembe. Meghirdetve két hetente volt ilyenkor a városi fiatalságnak a zöme, körülbelül mondhatom, hogy 150-200 fős létszámmal jelen volt, akiket tanítottunk az alaplépésektől kezdve táncolni. Az Adi terem különleges helyszíne volt ezeknek a találkozásoknak, ahol a hagyományőrzés és a közösségépítés kéz a kézben jártak. Az élő népzenei kíséret és Gazdag Béla tánctudása összeforrt az este folyamán, amely bizonyára emlékezetes élmény volt a résztvevők számára.